Ha egy cégről beszélünk, így európai viszonylatban, akkor általában valami családtörténettel kezdődik, és nagyon régről. Mi Magyarországon sajnos nem vagyunk ebben a szerencsés helyzetben, tehát nálunk, ha azt mondjuk, hogy egy cég 30 éves, akkor már nagy múltra tekint vissza itt a rendszerváltás után. Az Innomed akkor 32 éves, tehát még ezeket a léptékeket is meghaladja. Tehát amint a társasági törvény megjelent, volt egy bátor csapat, amelyik céget alapított, hogy azokat a szakmai tapasztalatokat, amelyeket korábban megszerzett, a magánszférában hasznosítsa, hogyha már az állam nem volt erre képes. Azt is láthatjuk, hogy az elmúlt 30 évnek a fejlődését végig tekintjük, hogy ezek a cégek nem voltak könnyű helyzetben. A 90-es váltást követően a keleti piacok összeomlása, az országnak a költségvetési helyzete, vagy akár az a forrongó inflációval, adókkal terhelt világ nem kedvezett a cégeknek. Azt is elmondhatjuk, csak a legjobbak tudtak talpon maradni, versenyképessé válni, akik valami plusz tudtak hozzátenni ahhoz, ami a középszernek a tudásához képest jelen volt az országban. És az Innomedre gondolunk, ami az orvosi műszergyártás nem könnyű piacán van jelen, hiszen nagyon erős nemzetközi versenyzőkkel kell felvennie a versenyt, akkor azt láthatjuk, hogy csak is az innováció és az a tudás tartotta őket életben, amit a szakmai előéletből hoztak magukkal. 2006-tól magam is egy kórháznak a fenntartójaként találkoztam először a cég képviselőivel, és akkor ott ültünk egymással szemben, és akkor az alapprobléma az az volt, hogy a magyar egészségügyben nem volt pénz, az Innovetbe meg volt az innováció, meg voltak azok a gépi ajánlatok, amelyekkel élni lehetett volna. Nyilván fejlesztési forrásokra is szükség lett volna, hogy tovább tökéletesítsék, vagy a piacokra be tudjanak törni, és ezek mondhatni így, hogy nem voltak sikeres találkozások. És akkor a 2010 utáni korszakot, ha tekintjük, akkor az egészségügy átalakításával azt hiszem, hogy most értünk el nagyobb lépéseket. Hát miniszterelnök helyettes úr pénzügyminiszterként nagyon jól tudja, hogy milyen financiális terheket ró ez a költségvetésre és a magyar államra. De ugyanakkor a másik része a dolognak, hogy a gazdaság fejlesztése, és csak most vált az utóbbi években lehetővé nagyobb léptékben, hogy a költségvetés olyan helyzetben van, hogy megtalálta azokat a stratégiai iparágokat, ahol nem pusztán a munkahelyek megtartásáról van szó, hanem exportpiacoknak az erősítéséről, bővítéséről, vagy éppen a hazai műszerbeszerzési helyzetben is, mondjuk a magyar piacnak a megnyitásáról, tehát hogy a kórházak is erős vásárlóként tudjanak majd megjelenni. És egy személyes tapasztalatomat is hadd mondjam, tehát a néhány évvel ezelőtt, mikor voltam egy terheléses EKG vizsgálaton, akkor örömmel fedeztem fel az Innomed nevét azon a készüléken, és az orvos is azt mondta, hogy kiváló minőség, és nagyon szeretnek vele dolgozni. Csak azért mondom, hogy piacon is ellenőriztem ezt a fajta visszhangot. Azt szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk annak, hogy a magyar kormány tudott egy ilyen programot indítani. Nagyon örülünk, hogy van olyan cég, Esztergomban több is, amellyel ezzel tudott élni. És hát nagyon bízom abban, hogy ezt a fejlesztést további exportpiacbővítések követik, és azt is, hogy a magyar piacon egyre tisztázottabb viszonyok lesznek, és az állami szektor a vidéki kórházfejlesztések után a fővárosi kórházfejlesztéseken is meg tud jelenni erős vásárlóként. Kérem miniszter urat, hogy folytassák ezeket a programokat, a cégeket, a cégvezetést biztatom, hogy minden ilyen lehetőséggel éljenek, mert azt hiszem, hogy ahhoz, hogy Európán és a világon belül a versenyben megálljuk a helyünket, elsősorban a magyar szaktudás és a magyar munkaerő számít. Persze kell ehhez egy sikeres politikai kormányzás is, amely jobb feltételeket tud kialakítani ehhez. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Rendszerváltással egy időben alakultunk nullából. Még vannak itt elég sokan szeretett kollégáim közül, akik velünk együtt alakultak. Ebből a nullából, mert nullából indultunk, vált az Innomed olyan céggé, amely több mint 100 országba exportál, amelynek a legnagyobb exportpiaca Kína, ahová fejlett orvosi elektronikát szállítunk. Utána Indonézia,
Oroszország, de a déli sarkon is működnek berendezéseink a ottani kutatóállomáson. Ehhez mindig is kaptunk segítséget a kormánytól a kutatásfejlesztésre, ezt őszintén el kell mondani, de a cég ma azért van még meg, mert volt bennünk egy olyan, abban a 10 mérnökben és a 15 kollégában a gyárból annyi tartás, hogy némi verekedés után az osztalékot, annak jó részét a cégben engedték megtartani. Hogy az lehetővé tegye azt, hogy fejleszteni tudjunk, illetve hogy ne legyen üzletkötési kényszerünk, és így tudjunk jó üzleteket is kötni. Most egy másik kontraszt, aminek a kikutatását kértem a kínai vámstatisztikából. 9 cég van, aki a klinikai defibrillátor kategóriában, amiben az Innomed vezető, azt hiszem. Tehát 9 cég van regisztrálva Kínában, abból az egyik az Innomed, emögött a 9 cég mögött 5 ország van. 5. Az Egyesült Államok, Japán, Németország és Svájc. A 2 német cég közül az egyik az az Innomed által fejlesztett defibrillátort tolja a piacon, de mi 20 évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy a saját nevünk alatt magyar cégként fogunk a világpiacon működni. El kell, hogy mondjam, hogy ez így sokkal nehezebb, de vállaltuk ezt a dolgot, ahogy azt is, hogy az osztalékot azt bent tartottuk. Hát most már morgolódnak a kollégák, mert kellően korosak lettünk, tehát valami más irány is kell. Na most eljutottunk egy olyan pontra, és ezt nagyon szépen szeretném megköszönni miniszter úrnak és a kormánynak, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy az új berendezéseink, amelyek technológiában is megújulást kívánnak, hiszen az a klinikai defibrillátor, amit szállítunk, abból 1500-at gyártunk egy évben, az egy igen drága berendezés, de rendelkeztünk azzal a tudással, hogy létre tudjuk hozni az otthoni életmentő defibrillátor berendezésünket, aminek a tudása 20 éve bennünk van, hiszen a nagy gépnek is része, viszont ebből nem 1500-at kell gyártani. És ehhez a segítséget azokkal a robotokkal, azzal a most felújított gyárral tudjuk megvalósítani, ami lehetővé vált. És ezt nagyon szépen köszönjük önöknek is, a tisztelt vezérigazgató asszonynak is, aki megkövetelte tőlünk a fegyelmet, és a dolgozóimnak, akikkel családtagként kezeljük egymást. Azt hiszem, ezt el lehet mondani. Köszönöm szépen. Ahogy mondani szokták, legfőbb érték az egészség, minden más csak ezután következik. Hát ez lehetne a mottoja a kormány egészségipari támogatási programjának is, de akár a mai eseménynek is. Köszönöm az Innomed Medical ZRT-nek a lehetőséget, hogy ma itt lehetünk. Ez a beruházás megvalósul, és úgy érzem, hogy a mai nap is egy fontos lépést teszünk a hazai egészségipar fejlesztésében, abban a lépés sorozatban, amelynek ez egyik fontos állomása ma itt Esztergomban történik. Ahogy itt már elhangzott korábban, a cég egy fontos szereplője az egészségügyi gépgyártásnak, amelyre már 4 évtizede ad lehetőséget és munkát a kiváló magyar mérnököknek. Ez a társaság mára egy nemzetközileg is elismert középvállalattá fejlődött, amelynek jelenleg már több mint 100 országba szállít életmentő készülékeket és berendezéseket. Azt, hogy a vállalat termékei mennyire keresettek a világpiacon, az is jól mutatja, hogy egy kihívásokkal teli tavalyi esztendőben is negyedével tudta növelni árbevételét, amely így már elérte a 3,7 milliárd forintot. Gratulálok ehhez a teljesítményhez.
A cég a járvány miatt döntött úgy, hogy fejlesztéseit a megváltozott körülményekhez igazítja. Ezek az új radiológiai és távgyógyászatban használt berendezések, vagy ezt az előbb már hallhattuk, a koronavírus időszakában kifejezetten jól alkalmazhatók. Emellett a vállalat az első magyar fejlesztésű defibrillátor készülék előállítására is képessé válik. A tervek elnyerték a kormány támogatását, így az összesen több mint 1,6 milliárd forintos beruházáshoz az egészségipari támogatási program keretében 1,3 milliárd forintos támogatást nyújtunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, miért indítottuk el ezt a programot? A programban olyan vállalatok kapnak országszerte lehetőséget beruházásaik megvalósításához, amelyek világos koncepció mentén szeretnék fejleszteni termelésüket és működésüket. Nem arról van tehát szó, hogy most szeretnénk életre generálni éppen induló cégeket vagy ötleteket. Itt arról van szó, hogy ha egy vállalat piacon már megállta a helyét, hogyha megvan az a elmúlt néhány éves vagy évtizedes története a cégnek, amely alkalmassá teszi arra, hogy valóban szintet tudjon lépni, akkor ez a kormány szívesen társul partnerként. Ma már átadtunk egy lézeres berendezést, előállító gyártósort, amellyel speciális műtétek végezhetők. Ez is azt bizonyítja, hogy az az innovációs ökoszisztéma, amely Esztergomban, a városban felépült, kiváló és elkötelezett szakemberekkel, valamint eredményesen működő vállalkozásokkal jó alapja lehet a további fejlődésnek. Tehát amikor regionálisan helyezünk el támogatási programokat, akkor nyilván azokat vesszük előre, ahol már ilyen típusú fejlesztések, beruházások megvalósultak az elmúlt években. Arra kell tehát építeni, ami már van, ami működik, ezeknél a lehetősége annak, hogy a fejlesztések gyorsabban valósulnak meg, sokkal inkább megvannak. Esztergom tehát nem csak a hazai autógyártásban foglal el kiemelt szerepet, hanem létrejött mellette egy olyan egészségipari vállalati szféra, amely nyitott a fejlődésre és kész további céljai eléréséhez, beruházásokra. Meggyőződésem, hogy a magyar gazdaságnak erre van szüksége. Tehát, hogyha partnerként tud a gazdaságpolitika, a kormányzat, az állam összekapcsolódni ezekkel a cégekkel, akkor hatványozottan tudunk előrébb jutni és gyorsabban tudunk fejlődni. Megfelelő szakmai tudással bírnak ezek a cégek, képesek alkalmazkodni a piac igényeihez, és folyamatosan fejlesztik azokat a termékeiket, gyártósoraikat, amelyeket korábban létrehoztak. Ugyanakkor valós piaci teljesítményre és fejlődésre is képesek, fontos szerepet töltenek be régiójuk munkaerőpiacán, megvalósult beruházással pedig erősítik a már korábban elért pozíciókat. Sok dolognak kell tehát összeérni ahhoz, hogy a legoptimálisabb beruházások jönnek létre. Arra törekszünk, hogy ez így legyen. Mondhatják persze, hogy az egészségipari támogatási program talán túlzottan ad támogatási lehetőséget cégeknek, de ez nincs így, mert ezek a cégek az elmúlt évtizedes működésükkel tudták felhívni magukra a figyelmet és bizonyítani azt, hogy ezek a fejlesztési források sokkal inkább, sokkal hatékonyabban tudnak hasznosulni, mint más esetekben. Hölgyeim és Uraim, az Indomed Medical ZRT története és eredményei azt mutatják, hogy ez a vállalat is azok közé a cél közé tartozik, amelyek sokat tettek a hazai ipar eredményeiért. Úgy gondolom tehát, hogy jó döntés született a támogatás odaítélésekor. Azzal szeretném zárni, hogy ez a mai kis átadó ünnepség egy fontos mérföldkő nyilván a cég életébe. Én abban bízok, hogy ez mégiscsak egy olyan állomás lesz, amelyre majd évtizedek múltán is vissza lehet gondolni, vissza lehet emlékezni. Abban bízok, hogy a kormányzati támogatás összekötődve a helyi, lokális lehetőségekkel képessé tesz bennünket arra, hogy az a helyzet, amit talán a pandémia, a járvány, a koronavírus kiélezett és a maga egyszerűségében mutatott meg, a sokkal könnyebben lesz kezelhető később, hogyha olyan típusú fejlesztéseket is megvalósítunk, ami az egészségiparban történik. Sok sikert kívánok még egyszer a cég valamennyi dolgozójának, tulajdonosainak, munkavállalóinak. Kívánom, hogy a történet az Innomed esetében is folytatódjon tovább.